hegesztők számára rendezett szerda délelőtt szakmai napot a gyulai Harukken Technikum. A program során egy miskolci cég révén lehetőséget kínáltak a résztvevőknek arra, hogy modern berendezésekkel, technikával ismerkedjenek meg. Hoztunk három különböző hegesztő berendezést, egy hideghúzalos avi berendezést, illetve kettő darab fogyóelektródás berendezést, melyből az egyiknek van ívő monitorozási lehetősége, és ezen felül hoztunk lézerhegesztő berendezést kézi kivitelben, illetve egy kollaboratív robotot, amely egy külső tengelyával felszerelve és hegesztő robotként dolgozik. A programra egy órás turnusokban érkeztek az érdeklődők. A szakmai nap egyik nagy előnye a gyakorlatiasság volt. A tanulóink, akik majd folyamatosan érkeznek ide, és megnézhetik ezeket az eszközöket, nem csak, hogy egy üvegbúrába, vitrínbe zárt gépet láthatnak, hanem így testközelből nem csak, hogy nézhetik, hanem bármelyiket ki is próbálhatják, mert olyan technológia van itt, ami a jövőbe mutat, nem a múltat oktatjuk. A célunk mindig az volt, hogy próbáljuk a lehetőségekhez képest a jövőt oktatni, azt bemutatni a gyerekeknek, hogy mire ők a szakmai bizonyítványukat megszerzik, és kikerülnek az iparba, akkor lépést tudjanak tartani az ott használatos technológiákkal, technikákkal, gépekkel. Az intézményben gyakoriak a szakember találkozók, szakmai napok, mert ezen programok révén a résztvevők innovatív módszerekkel ismerkedhetnek meg. A hegesztő tanműhely két éve szolgálja az itt tanulókat, ennek is köszönhető, hogy minden évfolyamra vannak beiratkozó diákok. Jelenleg 35-en tanulják ezt a szakmát. Első évfolyamunk végzett, mind a 6 diáknak szakmába helyezkedett el, tehát ez azért azt mutatja, hogy a hegesztésre van igény, és fizetésben is nagyon, nagyon szép fizetéseket kapnak. Ma Békés vármegyében 4-500 ezer forintos nettó hegesztő bérek vannak. A Harukken iskolában a hegesztőképzés legelején általános fémipari ismereteket tanulnak a diákok, a 10. évfolyamtól kerülnek a hegesztő műhelybe, onnantól folyamatosan emelkedik a gyakorlati óraszám. Mindez a képzés végére eléri a 70%-os arányt az elmélettel szemben.